Csak az utolsó pillanatban ugyan, de a fürdőhelyeken nagyjából megteltek a szállodák a pünkösdi hétvégére, néhány szállodában pedig majdnem teltház volt. Sokan az utolsó pillanatra hagyták a foglalást a védettségi kártyájuk érkezésétől téve függővé utazásukat. Ebben az alakarosi szállodában az utolsó pillanatban foglalták le a szobákat, csak nem egy nap alatt lett majdnem teltház. Az utolsó pillanatra lett ilyen a foglaltságunk. Úgy éreztem, hogy az emberek bizonytalanok, meg sokan várták még az oltási igazolványt, amit szerencsére az utolsó 10 másodpercekben kaptak meg. Harkányban kinyitott a fürdő, de ennek ellenére a szokásos nagy tömeg elmaradt a szállodákban. Az elmúlt pünkösdi foglalásainkhoz képest kevesebben voltak. Most főleg a törzsvendégeink érkeztek, akik örültek a felszabadulásnak, és eljártak a gyógyfürdőbe, valamint a Palkonyai Nyitott Pince programot is megtekintették. Hajdúszoboszlón sem volt ebben a szállodában teltház. A pandémia miatt elmaradtak a külföldi vendégek. Ez a hétvége nekünk 75-80%-os telítettséggel ment, a rossz idő ellenére is. Általában viszont a főszezonban nagyon nagy százaléka a vendégeinknek külföldi, ezért nagyon szeretnénk mi hamarabb őket is fogadni, nem csak a belföldi vendégeket. A rossz idő teljesen tönkretette a falusi turizmust a hosszú hétvégén. Hiába készültek Kistolmácson, 15 fok körüli hőmérséklet nem csábította a turistákat a tópartra. Többre számítottunk, a nyersanyagot meghozattuk. Hát ami úgy van, amit nem tudtunk felhasználni, az sajnos megy a fagyasztóba. A vendégek jöttek volna, de hát az időjárás miatt nem jöttek a tópartra se senki. Tehát kirándulók nem nagyon voltak. A szálloda tulajdonosok reménykednek abban, hogy egyre több vendég térhet vissza a wellness hotelekbe és a falusi panziókba.